Kedves testvérek, hallottuk az evangéliumban, amikor az apostolok oda mennek az Úr Jézushoz, és kérik, hogy növeld bennünk a hitet. És azt gondolom, ez a kérés mindannyiunk számára az egyik legfontosabb kérés lehet az Isten felé, hogy az Isten szent lelke segítsen bennünket abban, hogy igazán élő hitűek legyünk, és hogy a hitünkben valóban tudjunk fejlődni, növekedni, és kitartani az Isten iránti szeretetben. Mi is a hit, és mi az, ami nem? A hit több attól, mint hogy tudom azt, hogy az Isten létezik. A hit több attól, hogy van fölöttünk egy végső szellemi valóság, aki megalkotta ezt az egész világot. A hit több attól, hogy tudom azt, hogy az Isten felülmúlja ezt az egész világ egyetemet. Az ördög is hiszi az Istent. Egyet nem tud a gonosz lélek tenni, leborulni az Isten előtt és imádni. Tehát valójában a hitünk ott kezdődik, amikor mi leborulunk az Isten előtt, amikor a szellemünkkel, a szabad akaratunkkal válaszolunk az Istennek a hívására. Vagyis amikor meghalljuk az Istennek a szavát, mert hogy az Isten egy szerető kapcsolatra, társ kapcsolatra hív bennünket. Az Isten vár a mi személyes, szabad válaszunkra. Tehát akkor, amikor az Istent beengedjük az életünkbe, amikor az Istennel személyes, belső kapcsolatba lépek, akkor beszélhetünk hitről. És ebben a hitben mi tudunk növekedni. 16. Benedek pápa, akkor, amikor megnyitotta a hit évét, előtt a Porta Fidei, a Hit kapuja című levelével tette ezt meg. A hit kapuja, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre, és lehetővé teszi belépést az egyházba, ez a kapu mindig nyitva áll előttünk. És akkor tudjuk átlépni ezt a küszöböt, ha Isten igéje elhangzik, és a szív enged a kegyelem formáló erejének. A hit kapuja jelképezi számunkra azt, hogy el lehet menni odáig, hogy megismerjük a jó Istent. De a hitnek van egy olyan tulajdonsága is, ami az Istennek az ajándéka. Ami azt jelenti, hogy ismeret nélkül nem tudjuk az Istent szeretni. Az ismeret nélkül nem tudunk az Isten mellett elköteleződni. Ugyanúgy, mint egy párkapcsolatban egy férfi és egy nő csak akkor tud igazán elköteleződni egymás mellett, ha ismerik egymást teljes egészében. Ha ismerik a belső történéseiket, vágyaikat, álmaikat, amikor megismerik egymást, akkor tudják odaajándékozni magukat egymásnak. Hasonló módon addig, amíg nem ismerjük az Istent, ami egy életnek a feladata, addig nem is tudjuk magunkat igazán átadni az Istennek. Addig nem tudjuk megnyitni magunkat az Isten előtt. A Szent Atya így fogalmaz, hogy akkor tudjuk átlépni ezt a küszöböt, akkor tudunk belépni az Isten világába, ha a szív enged a kegyelem formáló erejének. Vagyis a hitetlenségnek pontosan az a lényeg, amikor az ember ellenáll az Istennek, amikor bezárkózik és elutasítja az Istent. A szívünket kinyitni, nyitva lenne az Isten előtt, hogy amit a Jóisten kér tőlem, amire az Isten engem hív, arra én rálépek. És ez azt is jelenti, hogy az Isten egy életre szóló útra hív bennünket. Az egész életünkön keresztül végig kísér, és ott van velünk bennünk.